Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk ne ratifikálja a svéd NATO csatlakozást. Így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter arra, hogy kiderült, a svéd tanórák egy részében egy olyan videót mutatnak be a diákoknak, amelyben kizárólag baloldali megszólalók bírálják Magyarországot. Gulyás Gergely azt mondta, a felvétel sértő Magyarországra nézve. A svéd kormány és a balliberális politikusok sosem rejtették véka alá a véleményüket, mennyire elfogadhatatlan számukra az a politika, amit a magyar kormány képvisel. Legyen szó illegális migrációról, gyermekvédelemről. Malin Björk, európai parlamenti képviselő odáig ment, hogy azt javasolta, semmilyen uniós pénzt ne kapjon a magyar kormány. Jogállamiság és demokrácia, máskülönben nincs pénz, mondta a baloldali politikus az EP tavaly novemberi ülésén. Svédország a magyar kormánnyal szembeni ellenérzéseit, mint a Mandiner cikkéből kiderült, évek óta nem csak a felnőtt lakossággal osztja meg. A heti lap olvasója egy 2019-ben készült videóra hívta fel a szerkesztőség figyelmét, ami a svéd közoktatás iskola tévéjének oldalán a mai napig megtekinthető. Sőt, egy óravázlattal kiegészítve bizonyos tanórákon a tananyag részét képezi. Magyarországon a demokrácia 2010 óta lassanként megszűnt, mondja a Partizánt szerkesztő Gulyás Márton a svéd videó elején. A narrátor ezután közli, hogy Magyarországon a kormány korlátozza a sajtó és a szólásszabadságot. Mindezt az utóbbi évek kormányellenes tüntetéseiről készült felvételek felhasználásával támasztják alá. Ezután kitérnek arra is, hogy a kabinet rendeletben szünteti meg a genderszakokat. Ekkor feltűnik Judit Sargentini, az egykori európai parlamenti képviselő, akihez az egyik Magyarországot elítélő jelentés köthető, szintén bírálja a magyar kormányt. Az összeállításból nem maradt ki Guy Verhofstadt sem. A belga liberális európai parlamenti képviselő azt hangoztatta, hogy nem a magyar népet kell szankcionálni, hanem csak a magyar kormányt. A CEU svéd oktatója Sarah Svensson pedig arról beszélt a 4 évvel ezelőtti felvételen, hogy szerinte a Soros Egyetemet ellehetetleníti a kabinet. Úgy fogalmaz, amikor 1997-ben diákként Magyarországra érkezett, nagyon pozitív és optimista volt a hangulat. De aztán jött Orbán és az óriási csalódás. A filmben egy Budapesten élő svéd lány is szerepel, aki iskola után döbbenten mutatja osztálytársnőinek 5. öccse tankönyvét, amelyben egy egész oldal kifejezetten a hazaszeretetről szól. A tananyag végén ismét Gulyás Márton osztja meg gondolatait. Azt mondja, Magyarország az első olyan uniós tagállam, amely meg akarja tiltani, hogy egy egyetem az Európai Unión belül működjön. Ennél bővebben azonban nem fejti ki, hogy pontosan mire gondolt. A legnagyobb videó megosztó portálon, valamint a baloldali megmozdulásokon is aktív média szereplő arról is panaszkodik, hogy Magyarországon az embereknek nincs valódi lehetőségük arra, hogy ellenvéleményt fogalmazzanak meg. A videó végül kormányellenes tüntetések képeivel zárul. Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország ne ratifikálja a svéd NATO csatlakozást. Így reagált Gulyás Gergely a svéd videófilmről szóló kérdésre a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a felvétel sértő Magyarországra nézve. Ez nyilván egy minden alapot nélkülöző vádaskodás és indokolatlan sértés Magyarországgal szemben. Ha így van, akkor majd javaslom Kocsis frakcióvezető úrnak, hogy a frakciózés elején játsszuk le. Hozzátette azért, hogy azok a képviselők, akik 4 évente sokkal intenzívebb, kiegyensúlyozottabb és sokszínűbb közélet mellett küzdenek meg a saját mandátumukért, nézzék meg, hogy a svédek szerint nincs demokrácia nálunk, és utána döntsék el, hogy kívánják ezt az országot a NATO-ban látni.